Melyik óvodám? Hát az a kedvenc óvodám, a vezetúri református óvodám. Nagyon rendes gyerekek vannak. Hát jó helyen járok. Itt várnak engem a gyerekek? Igen? Hát akkor jövök. Gyere be. Már messziről hallottam a szép ének szót, úgyhogy nagy örömmel jöttem hozzátok. Leülhetek ide? Igen. Igen? Elég erős az a szék? Igen, megint. Jaj, nagyon messziről jöttem, gyerekek. Ki tudja, honnan jöttem? Nagyon ügyesek vagytok. Tudjátok, hogy az milyen messze van? Így van. Nagyon messze. Én már láttam csacsit. Tessék. Mivel jöttem? Csacsival? Szánkóval. De hát itt nálatok nincs is hó. Hogy lehet az? Nem szereted a havat? Hát. Most lassan haladtál, hogyha nem tudott a szán hát, a hóba csúszni? Azért jöttem ilyen későn, és tudjátok miért jöttem hozzátok? Hát kaptam én tőletek szép leveleket is. Meg tudtam, hogy itt várnak engem ezek a gyermekek. Ide mindig nagyon szívesen jövök. Ez itt a református óvoda, igaz? Igen. Itt köszönnek úgy, hogy áldás, békesség, igaz? Igen. Hát ez nagyon szép köszönésem. Ez a kedvenc köszönésem. Na nézzétek csak. Megkaptam itt ilyen rajzocskákat a kedves gyerekektől. Szerintem ez tőletek van. Segítsek? Jaj, ezt leteszem ide. Jó. Kicsit hoztam az virgácsot is, hát ha valakinek kell. Kell az valakinek? Na? Virgács? Igen? Kell valakinek? Milyen már? Nézzétek csak, milyen szép rajzokat kaptam. Ha-ha. Van itt még talán név is. Igen. Enném a karácsony. Melyik? A karácsony. A karácsony? Tényleg? Na hát úgy, hogy nagyon
Örülök, hogy ilyen gyönyörű rajzokat küldtetek nekem. Meg is kaptam őket. Csak olyan sok a papírom itt, hogy... Van itt ám még, ho-ho, itt van, köszönöm, kedveském. Itt van, Miától is kaptam. Hát ezek nagyon szépek, Hannától, Ottótól. Hát van, aki ráírta a nevét. Adélka, Danikától is kaptam, Dorinától. Néha rosszul látok már gyerekek, a szemüvegemet elfelejtettem elhozni. Na, de hát megkaptam a leveleiteket, úgyhogy eljöttem hozzátok. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki tud itt énekelni? Ilyen sok van. És énekeltek nekem valamit? Na, hát akkor azt nagy örömmel meghallgatom. Mert hoztam ám nektek ám sok ajándékot, mit szóltok hozzá? Egyedül? Na, mondd! Aha. Nagyon ügyes vagy. És ilyen télapós, mikulásos éneket tudtok? Na hát akkor énekel. Együtt? Egyedül? Na együtt. Együtt énekeljetek. Hát az nagyon szép volt, gyerekek. Nagyon szép volt. Tudtak még többet is? Igen. Igen? Na hát meghallgatom, jó? Kedveskéim, hát ha már ezekről a szép ajándékokról énekeltetek, hoztam ám nektek sok finomságot. Szeretném itt megkérni a kedves óvónéniket, hogy hozzák már be, mert ide letettem, már nem bírtam tovább behozni. Gondoltam, hogy majd segítenek nekem. Úgyhogy... Bizony. Nagyon sok ajánlás. De sok finomság van itt. Aha, más meg fogjuk hallgatni. Köszönöm, kedveském. Csak mondom, lássák a gyerekek, hogy nem üres kézzel jöttem ám. Ide teszem neki. Köszönöm szépen, kedveském. Nagyon köszönöm. Na, hát halljuk a verseket. Ki tud itt verset mondani? Mindenki? Mindenki. Na, akkor mondjátok, kedveském. Tokolás,
Nézd meg! Nagyon szép volt ez, kedves kéim. Nagyon szép volt. Na, mások is tudnak itt ilyen gyönyörűség. Igen, igen. Tiszta már a kis csizmám, mert Mikulás jön ma. Hozzá vajon ajándékot ide az ablakba. Csiringelő csoda szárnyát nem láttam már régen. Nagyon ügyes. Végre itt vagy, nagyon vártunk, gyere kedves Mikulás, aranyszánod, teli zsákod, oly izgalmas, oly csodás. Helyezkedj el kényelmesen, dimelj meg most mi nálunk, hozzunk finom süteményt, és kakaóval kínálunk. Olvashatnál jó Mikulás, nekünk egy-két szép mesét, míg az esti csillag kinti ezüst fényét szerte szét. Nagyon szép volt, nagyon ügyesek vagytok. Na és ki tud még? Ti is tudtok. Hát akkor meghallgatlak benneteket is. Mikulás, öreg bácsi! Hát ez gyönyörű volt, ez így is van, ahogyan elmondtátok. Hoztam nektek sok mindent. Van-e még valami, amit el akartok nekem mondani, mielőtt kiosztom nektek ezt a sok szép ajándékot? Igen? Na hát, te is? Én rajzoltam a karácsonyt. Igen? Nagyon szép. Az a kislány nagyon szépen jelentkezik. Most... Ügyes voltál? És te mellette? Mert te nagyon régóta jelentkeztél. Elfelejtetted? Azt nagyon jól tetted. És jó viselkedtetek itt az óvodába, gyerekek? Játékokat szépen elpakoljátok mindig? Igen? Szót fogadtok az óvó néniknek, dadus néniknek? Igen. Hát ez csupa jó gyereknek a óvodája, akkor úgy látom, nem hiába református óvoda. Na hát, ha ilyen ügyesek és jók voltatok, akkor megérdemlitek ezt a sok finomságot, amit hoztam nektek. Na hát, egyesével odaadom nektek, jó? Hogy ne legyen itt tülekedés, mindenkinek hoztam, mindenkinek fog maradni, úgyhogy nem kell idegeskedni. Köszönöm, kedveském, köszönöm. Na nézzük. Nyugodtan ki lehet jönni hozzám, gyerekek, jó, a csomagért. Nem kell félni. Na, Bíró Blanka jöjjön először. Tessék, kedveském. Nagyon szívesen, drágám. Dobos Alex. Beteg szegénykém. Na hát. Nem te vagy még szerintem? Igen, Anna. Melyik az a kislány? Hát, tessék, drágaságom, szívesen.
Aztán Geszti Diana. Torina. Á, gyerekek, már rossz a szemem. Semmi baj. Tessék, drágám. Szemüvegemet kint hagytam a szánon. Jó, Kálnai Lajoska. Tessék, drágaságom. Kis Ferenc. Ferike. Gyere, Ferike. Tessék. Nagyon szívesen, drága. Magda Nórika. Tessék, parancsolj. Major Ádám. Áli. Tessék, szívesen. Mihály Alíz. Nagyon szép pirosba öltöztél. Szívesen. Nász Ádámka. Á, szegény Ádám. Majd elkülditek neki? Igen. Jó. És Marcel, Nász Marcel, ő is beteg. Olá, Mira, Mirácska, tessék, drágám. Milyen szép kis rénszarvasod van, nagyon szívesen. Rédei Dalma, Dalma, gyere, kedveském. Tessék, szívesen. És Donát is itt van, Réd? Donika. Gyere, Donika. Gyere, drágukja. Tessék, hoztam neked szép, finom csomagot. Tessék. Szívesen. Sárkány Zsejke. Beteg ő is, szegényke. Serfőző Andrea. Tessék, nagyon szívesen. Szabó Levente. Levente. Tessék. Szonda Máté. Ő is beteg. Tímár Réka. Remélem, ő nem beteg. Jaj, de jó kis pulóvered van. Szívesen. Tímár Máté, itt van? Nagyon ügyes. Tessék. És Suki Noel. Noelka. Nem most? Jó, majd akkor később. Na, akkor nézzük, vannak még itt sokan, igaz? Akik nem kaptak. Na, Beke Boglárka. Tessék, nagyon szíves. Kedveském, ide tudnál jönni nekem segíteni? Olyan mélyre kell majd hajolni, hogy olyan öreg vagyok, hogy nem tudom. Ha tudnád be nekem segíteni, kedvem, köszi. Beke Dávid. Dávid nincsen? Á, szegényként. És Beregszászi Marcel itt van? Tessék, nagyon szívesen, köszönöm. Boldog Hédike, na hát, tessék, parancsolj, szívesen, köszönöm. Dobos Dorottya, Dorottya, tessék. Csajági Judit, gyere, Judit. Milyen szép kis topjaid vannak, tessék. Csontos Ferencke. Ő is beteg, szegényke. És Roland is beteg? Á. És Geszti Linda itt van? Igen. Nagyon jó. Tessék, szívesen, kedveském. Geszti Sárika. Nagyon. Ti testvérek vagytok? Igen. Nagyon szép. Arcotok van. Nagyon jó. Azt mondja, hogy Hettinger Sanyika is van. Nagyon jó.
Tessék, Sanyika. Hodos Boglárka. Tessék. Katona Zsófia. Zsófika is beteg, szegényke. Kézmárki Attila. Végül. Tessék. Szívesen. Kocsi Zoltán. Itt van Zolika. Tessék, Zolika. Szívesen. Nádházi Barbara. Barbika, tessék. Nagyon szívesen. Nádházi Zsolt. Zsoltika, tessék. Ezt el is érem. Köszönöm. Nádurvari Noel. Ő is beteg, szegény. És Vencel itt van, Szabó Vencelke. Jaj, de szép pulóvered van, te látom, nagyon vártál, szívesen. Szabó Vencel. Igen? Na hát akkor Sárika jön, Veres Sárika. Itt van. Tessék, Sárika. Vékony Nelli, ő is beteg. És Andorka itt van, Virág Andor, ő is beteg. De sok beteg gyerek van. Na, ő hozzánk, akkor el kell, hogy menjek. Na, van még, aki nem kapott? Igen, na hát akkor megyünk tovább, mert hoztam már még sok mindent. Jó? Cseh Hanna itt van, Hannácska. Gyere, édesem. Ó, de szép kis ruhád van, nagyon szívesen. Jó? A Csíder Adél. Tessék, nagyon szívesen van Adél. Dikovics Kende. Tessék, Kende. Erdős Mia, ő is beteg, szegényke. Gönci Dorka, itt van. Tessék, Dorka. Gut Jászminka. Ó, de szép kis rénszarvas. Sod van neked ott a hajadba? Kírják Hanna. Hanna. Tessék, Hanna. Kovács Hanna. Gyere, Hannácska. Semmi baj. Tessék, Hanna. Tessék, drágám. Nem kell félni a Mikulás bácsitól. Kun Lettike. Letti. Tessék. És a testvéred, Dorina is jöjjön. Nem testvére? Hát én azt hittem. Gyere, Dorina. Tessék. Nagyon szívesen. Marosi Gabriella. Gyere, Gabi. Tessék. Milyen szép piros ruhád van. Nádi Szilvia. Szilvike. Ő is beteg. De szomorú vagyok. Olá Dávidka. Gyere, Dávid. De szép pulóvered van neked is. Szívesen. Polgár Milánka. Tessék, Milán. Szívesen. Süveges Otto. Tessék. Nagyon szívesen, Otto. Szabó Lilla. Tessék.
Nagyon szívesen. Szilágyi Dóra. Ő is beteg lett szegény. És a testvére is? Szilágyi Sándorka is? Sanyika is? Jó, nem testvér? Hát, nem? Hát, milyen sok egyforma nevű kisfiú van itt. Laurinyec Attila. Attila. Jaj, de szigorúan nézel, tessék. Neked is hoztam, Attila, valamit, tessék. Ne legyél ilyen szigorú. Virgács. Forgó Attila. Ő is beteg, szegényke. Máté Majom. Majácska. Tessék, szívesen. Mielőtt kibontanátok a csomagot, énekeljetek már még egyszer valamit. Nem baj, ha már énekeltétek, újra énekeljétek, mert sajnos mennem kell még nagyon sok helyre, sok ilyen kedves gyerek közé, mint ti, úgyhogy így búcsúzóul énekeljetek még egyet, jó? Nagyon jó lesz, kedveském, nagyon jó lesz. Én meg addig összeszedem magam. Mikulás, kedves Mikulás, jó, hogy jössz, minden gyermek vár. Szalon cukor, csokoládé, jaj, de jó! Jó gyereknek, az való! Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás! Jó, hogy jössz, minden gyermek vár! Kedves Mikulás, én hagyd mondjam már, hogy véletlenül kimaradtak ezek a kifestők. Igen, azokat is hoztuk. Azokat is te hoztad nekünk a gyerekeknek. Majd amikor mindenki visszamegy a csoportjába, minden csoportba oda fogjuk adni ezeket a kifestőket, és ezt is hazaviszitek a Mikulás csomaggal együtt, és ki lehet színezni, lehet benne rajzolni. Úgyhogy fogadjátok ezt is szeretettel még a Mikulástól. Bizony, remélem örültök neki. Na, kedveskéim! Örülünk, hogy itt voltál, kedves Mikulás, hát reméljük, jövőre is meglátogatsz bennünket. Igen. Tudjuk, hogy nagyon fárasztó ez az út, de hát, minden nagyon nagy szeretettel várnak. Gyere hozzánk jövőre is. Jövő. Gyerekek! Figyeljetek csak! Akartok egy közös képet velem csinálni? Igen? Akkor odaülök közétek, jó? Na, megkérem ezt a kedves nénit, hogy ezt a széket tegye már közelebb ezekhez a gyerekekhez, és akkor álljatok be mögé, itt csinálunk. Kéne kedve. Oda? Jó. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, jó, hogy jössz, minden gyermek vár. Yeah.
Hát ez gyönyörű volt, kedveském. Jövőre is eljöjjek hozzátok? Igen! Jól van. Akkor addig is jók legyetek, fogadjatok szót. És akkor jövőre is eljövök hozzátok. És ha ilyen szép leveleket küldtök nekem, akkor meg aztán biztos, hogy itt leszek közöttetek. Na, szervusztok! Jöjjön kedves férapó,